Köszöntöm a Sportlás nézőit, ezúttal az elmúlt két hét történéseit foglaljuk össze önöknek. Kezdjük jégkoronggal. A Spartakuszban nem csak az utánpótlás korosztály és a felnőtt csapat tagjai aktívak, hanem az öreg fiúk is szívesen űzik a sportot. A múlt hétvégén hatodik alkalommal rendezték meg a veterán jégkorongtornát a szabadkai műjégpályán. Már hagyományosan január utolsó hétvégén rendezik meg az öreg fiúk hoki tornáját Szabadkán. A már visszavonult sportolók megmutathatják, hogy még korán sem felejtettek el jégkorongozni. Ez a hatodik hagyományos tornánk, amit minden évben megszervezünk. 14 csapat jött. 8 csapat 30 plusz kategóriában játszik, tehát 30 év fölöttiek, és 6 csapat van, aki 40 év fölött játszik. Hát az körülbelül csapatonként úgy lehet számolni, hogy durván 12-15 játékost. Ha 14-et beszorozzuk, akkor 150 és 200 játékos között vesz részt a szabadkai tornán. Ez eddig a legsikeresebb tornánk, ahogy elnézzük, mert legtöbb csapat jelent meg. Többnyire a volt Jugoszlávia területéről jönnek a csapatok. 5 szlovén csapat van, bosnyák csapat van, tehát szarajevói, 2 belgrádi és újvidéki csapat vesz részt, és 3 szabadkai. És miért fontos, hogy Szabadkán is legyen egy ilyen torna? A Szabadkán a jégkorongnak elég nagy hagyománya van, még a Palicsi tó jegén kezdtek játszani a mi szüleink, nagyszüleink, és hát tényleg szeretnénk folytatni ezt a hagyományt. Sajnos a nyitott pálya az behatárolja a szezonnak a hosszát, úgyhogy mi 3,5-4 hónapig tudunk játszani a szabadkai jégen, és nagyon fontos, hogy a fiatalok is lássák, hogy még vannak Szabadkán olyan öregek, akik valamikor elég sikeresen űzték ezt a sportot. A veterán sportemberek aktív pályafutásuk befejeztével sem tudják elhagyni a sportot, mivel életük fontos és elengedhetetlen részévé vált. A jégkorongtornákon mégsem az eredmény, hanem inkább a barátkozás és a régi emlékek felelevenítése a legfontosabb. Mi az aktív pályafutásunk után, amikor abba hagytuk az aktív játékunkat, nagyon hiányzott később a jégkorong, és ilyen heti két alkalommal nagyon jó esik, hogy összejövünk. Hát itt nem csak a hokiról van szó, hanem az öltözőben a viccelődés, az edzős elét, edzős után, aztán megiszunk egy sört, és egy jó barátkozás, egy jó társaság is, úgyhogy ez is benne van az egészben. És szeretünk nagyon járni más tornákra is, amikor meghívnak bennünket. Többnyire ezek a csapatok, akik itt szerepelnek Szabadkán, ők is szerveznek saját tornákat, és akkor szoktak hívni bennünket, amin nagyon szívesen részt szoktunk venni. Aki egyszer részt vesz ezen a tornán, minden évben visszatér, mivel a nyitott pálya és a baráti hangulat igazán élvezetessé teszi az öreg fiúk tornáját. Negyedszer vagy ötödször, és mindig nagyon szépen ment minden, és szóval mi az újvidéki gentleman's tagja vagyok, ugye, és már hát ismerem a szabadkaiakat olyan 6 éves korom óta, úgyhogy, és ez mind jobb és jobb lesz ez a torna. És nagyon szép a barátkozás, meg a jégen is, meg utána is, úgyhogy egészen el vagyunk ragadtatva. Vannak olyan szabadkai sportolók, akik minden évben több ezer kilométert utaznak, csak hogy hazajöjjenek és a Spartakus színeiben versenyezzenek ezen a tornán. Én Bangkokból jöttem. Szabadkán születtem, és a Spartakba nevelkedtem fel. És mivel a torna a Spartak veteránok részéről van megszervezve, nekem nagyon fontos, hogy az a társaság és a barátság megmaradjon. Én minden éven hazajövök. És ott is foglalkozik jégkoronggal, vagy csak itt, amikor haza? Én a thai ligában játszok még mindig. Amiben 4 csapat van, és évente körülbelül 30 meccset játszunk. Hogyha összehasonlítaná az itteni jégkorongot az ottanival? A különbség az, hogy a thai liga az rekreáció, tehát nem profi alapon megy. Annyi a különbség. Ami a csapatokat illeti, ott van 60-70 regisztrált játékos, tehát a sport fel van fejlesztve elég szépen. A thai nemzeti csapat jelenleg a világbajnokságon van. A 40 év felettiek döntőjében a belgrádi királyok az újvidéki gentlemanek csapatát győzte le, míg a 30 év felettieknél a Spartakus csapata a szlovéniai Salata Stars csapata ellen diadalmaskodott. Én azt hiszem, hogy nagyon sokak meglepetésre hihetetlen jó szerepén. Mi tudtuk, hogy egy kicsi
akit így beképzelte, és mondjam, hogy hihetetlen jó csapatunk van, mivel ez még a gyermek kategóriákban, vagy növendék, mi együtt nőttünk föl szinte az óvodától az iskoláig végig, és most állt össze. Én azt hiszem, hogy 10 év után először úgy a csapat, hogy meg tudtuk azt mutatni, hogy még mindig tudunk játszani, és azért azt hiszem, hogy a belgrádi volt Zvezda és Partizan játékosait igencsak helybe hagytuk a mai mérkőzésen. A sportolók a 3 napos barátkozás után úgy váltak el, hogy nem sokára újból találkoznak. Februárban hasonló tornát szerveznek Újvidéken, ahol az öreg fiúk újra feleleveníthetik a régi szép időket. A fennállásának 55. évfordulóját idén ünneplő Horgosi Partizán a múlt hétvégén a Magyar Kanizsai Sportcsarnokban rendezte meg az első kézilabda fesztivált. Az iskolások bemutató mérkőzéseit követően a jubiláló klub férfi csapata a magyar NB2 őszi bajnokával, a Makó gárdájával játszott barátságos mérkőzést. Valamikor a Magyar Kanizsai Község kézilabda központnak számított, ma már csak a Horgosi Partizán kézilabda klub ápolja a hagyományokat. A jubileum évében fokozottan törekszik a sportág népszerűsítésére. Nagyon szeretnék minden alkalmat kihasználni, hogy népszerűsítsük ezt a sportot, és én úgy vélem, hogy jobb alkalom, lehetőség nem is kínálkozhat ennél, hiszen itt a gyógyfürdő gyönyörű sportcsarnokában, kellemes környezetben megnyerhetjük a fiatalokat a sport ügyének. Abban bízunk, hogy a fiúk körében is kialakul egy olyan csapat, amely hát a mostani idősebb játékosok nyomába léphet, tehát hogy ne kelljen gondoskodnunk a továbbiak során utánpótlásról, illetve azáltal garantáljuk, hogy a kézilabda sportnak lesz jövője Horgoson és itt Magyar Kanizsán is remélhetőleg. A csapat a vajdasági ligába jutást célozta meg, ezért mindenképpen meg szeretné őrizni a bajnoki tabellán ősszel kiharcolt második helyét. A tavaszi felkészülést egy hete kezdte meg a gárda. A Horgosi és Makói kézilabda klub kiváló kapcsolatokat ápol. A találkozásunk az 2 év óta folyamatos. Most játszok a 3. mérkőzést egymás ellen a 2 csapat, nemzetközi mérkőzést. A Makóról azt kell tudni, hogy 1992-ben alakult újjá a csapat. 10 évig játszottunk a NB1B-be, jelen pillanatban pedig a NB2-ben játszunk, bajnokesélyesek vagyunk. Magasan vezetjük a tabellán, tehát első helyezettek vagyunk, és ugyanilyen első helyezett az ifjúsági csapatunk is. A makói csapat fő erőssége a több mint 100-szoros szerb válogatott Vladan Mátic, a PIK Szeged korábbi és a Ferencváros jelenlegi edzője. Most 3. éve játszik már nálunk. Megpróbáljuk mindig úgy összehozni a játéknapokat, hogy minél kevesebbet hiányozna a csapatból, és most az őszi szezonban is elég sok mérkőzésen tudott részt venni, illetve edzőmérkőzéseken, és ebbe a tavaszi szezonban is, majd az alapszakaszban a 4 meccsünkön 3 mérkőzésen játszik, illetve a rájátszásban is megpróbáljuk, hogy minél többet tudjon nálunk játszani. A mi csapatunknak a Matic rendkívül nagy értéke, mert egy rendkívül normális játékfölfogású, nagy intelligenciával rendelkező játékos, rengeteget segít a csapattársainak, fiataloknak, tehát egy igazi értéke a csapatnak és egy húzó embere. Hogy a Szegeden élő, Budapesten edzősködő és Makón kézilabdázó szerb játékos hogyan került mostani klubjába, arról valljon ő maga. PIK Szeged edző voltam, akkor is Nagy Györgyel, makói elnök hívott, hogy hogy gondolom, hogy segítem oda kicsit, mint a játékos, és ez már több év ilyen kapcsolat, és már 2 év ott szerepeltem, és jó esik nekem is ilyen, mint a levezető, ilyen vasárnapi delelőtt vagy délután, attól függően, mikor van a meccs, és akkor ilyen stressz levezető, ilyen komoly munka után, és akkor kicsit megyek, és elvezem, nagyon jó esik kicsit a játék is, minden, és van eredményed is. A Szegeden van ilyen családi házam, ott van a szegedi feleségem, 2 gyerekem van, és akkor majdnem mindig a szombati bajnoki meccs után Ferencvároshoz hozzamegyünk a Szegeden, és akkor ez a hétvége, és akkor vasárnap átugrolok a Makóig, és ott meccs után visszajövök a Szegeden, és utána indulunk a Pesten, nem rossz, nem olyan veszélyes. A Makót és a Ferencvárost is a maga szintjén kiváló csapatnak tartja a szerb játékos, és nem titkolja, hogy a zöld-fehérekkel a bajnokok ligáját célozta meg. Ferencváros, háló Isten, egyelőre nagyon jó. Ott vagyunk a 3., 4. a tabellában vagyunk, 6. azonosító pontszámban vagyunk, és még 8 forduló vagy végig, most volt ez a hosszú szünet, de remélem, hogy anyagilag tudunk kibírni végig, és akkor ott vagyunk, a rájátszásban leszünk. Egyelőre nagyon jól érzem magam a Pesten, és a jó úton vagyunk, építünk egy jó, stabil csoport, és úgy gondolom a Pesten, mint a főváros,
megérdemli egy ilyen stabil NBA csapat, miért nem a Bajnokok Ligája csapat is. Noha az első kézilabda fesztiválon a házigazda horgosiak minden fronton vereséget szenvedtek, a sportág népszerűsítéséből kitűnőre vizsgáztak. A nagyok mellett időnként a kicsik, a jövő kézilabdázói is szép akciókkal, ötletes megoldásokkal rukkoltak elő. Talán ők lesznek azok, akik újra felvirágoztatják majd a község kézilabda sportját. Észak-bácskai amatőr futszál tolerancia liga elnevezéssel kispályás labdarúgó bajnokságot rendeztek Királyhalmán. A cél, hogy a régió fiataljai télen se maradjanak sportolási lehetőség nélkül. A résztvevőktől megtudtuk, hogy szinte minden hónapban van ilyen jellegű torna, amit télen a kevesebb sportolási lehetőség miatt nagyon fontosnak tartanak. A VMS ifjúsági fóruma már néhány éve szervez hasonló labdarúgó kupát. Többnyire a csapatok azok visszatérő csapatok, időnként egy-két új csapat csatlakozik hozzánk. Ez már ilyen kialakult kis közösség lett, ilyen baráti társaság végül is, és akkor idővel szépen erős csapattá kovácsolódott, itt szinte mindenki ismer már mindenkit. Próbálunk végül is a fiatalokon segíteni, hogy ahogy a terembéletek elég drágák, így mind meg valamilyen szinten próbáljuk költségeket lecsökkenteni, minimális díjat szedünk be tőlük. Télen más lehetőség nincs is, csak hogy teremfociban játszom végül is, még aki nagy pályán is, Szerbiában még nincsenek olyan minőségi pályák, hogy kint lehessen mondjuk rá novembertől januári focizni, hogyha leesik a hó vagy sár van, akkor nem igazán lehet játszani, és akkor a csapatok is inkább bent, mint edzőmérkőzések szokták használni a futszalt, a teremfocit, és így kihasználják a teret mégis, akkor ők is teremfoci járnak, és úgy edzenek. Az első alkalommal megrendezett, a barátság és a rekreáció jegyében zajló teremfoci ligában 10 csapat mérkőzik meg egymással 3 szombaton keresztül. Ez annyira összehozza a fiatalokat is, és az is lett ez a tolerancia liga, amit különböző nemzetiségűek vannak, és senki sem foglalkozik azzal, hogy ki milyen nemzetiségű, hanem a sport szeretete miatt jönnek össze az emberek, és el vannak. Barátságot kötnek, és ez is akar lenni a tolerancia lényege, hogy az életben is így kell, ahogy itt a focipályán is, hogy a fair play. Mindenféleképpen kis összehozza az embereket, összehozza a csapatokat, és hogy úgy mondjam, nem unalmasak a teleink. És mindenféleképpen díjazom. Barátságok mindenképpen kötődnek. Pont ebből kifolyólag, mert az utóbbi időben rengeteg ilyen kispályás bajnokság van tartva. Én ezt tudom, tapasztalatból mondom, például a gyerekek, a klub csapatban a gyerekek. Egyszerűen rengeteg telefonszámcserélés, barátkozás, stb. Úgyhogy mindenféleképpen csak pozitívat tudok mondani ezekre a dolgokra. A felnőtteket mennyire lehet rávenni a rekreatív sportra? Szerintem az utóbbi időben mind többen és többen mennek. Minél több ilyen kispályás létesítmények épülnek, és pont ebből kifolyólag sokkal népszerűbb lett a kispályás foci, az a futszál, mint mondjuk rá 3-4 évvel ezelőtt. Mert mondjuk rá Magyarországon ők sokkal előrébb állnak tőlünk. Ezt meg kell mondani, viszont mi is lassan kezdünk, amennyire csak lehet hozzájuk kicsit kapcsolódni. Magyarországon sokkal előbb kezdett fejlődni ez a kispályás foci, lehet, hogy az anyagi dolgok is, sőt, biztos, hogy közre játszottak ebben. Ugyanúgy a Magyar Első Liga, Második Liga, a futsal válogatott sokkal előrébb tart, mint a mi futsal csapataink. A tolerancia ligában egyelőre szabadkai csapatok vesznek részt. A legjobb a kupát kapnak, az első helyezett pedig hazaviheti a vándorserleget. A kispályás fociban kevés a tér. Kevés a tér, ezért sokkal többet kell mozogni, labda nélkül is. Ami például a nagypályás fociban nem annyira kibontakozó dolog. Sokkal nagyobb technikai tudásra van szükség. Kis téren a labdát megjáratni, a labda kezelés, stb. Tényleg nagyon nehéz, és mondom, maximális technikai felkészülést igényel. Itt láttuk, hogy egyes csapatokban az a gond, hogy nincs cseréjük. Hogy tudja ezt az időt 4 plusz 1 játékos akkor végigjátszani? Az nagy hiány. Na mostan lehet, mert felnőttekről van szó, különböző elfoglaltságok véget, hogy nem tudnak itt lenni a csapatukkal, viszont csere nélkül nagyon nehéz. Azért, mert állandó mozgást igényel. Nincs az például, mint a nagypályás fociban, hogy egy hátvéd hátul áll, várja a csatárt, és akkor én majd fogom őtet, hanem itten ugyanúgy kell tudni védekezni, középpályán játszani, előjátszani, úgyhogy mindig egy ilyen kis körforgás megy. És csere nélkül nagyon nehéz. Az ifjúsági fórum tervei szerint az amatőr teremfoci bajnokságot jövőre észak-vajdasági szintűre emelik.
A Spartakus súlyemelői évek óta az ország legjobbjai. A remek utánpótlás, a fiatalok eredményei azt csugalják, hogy a klub a közeljövőben is az élvonalban marad. Kajdócsi Tivadart és Tamást, valamint Rozsnyik Ervint mutatjuk be most következő riportunkban. A Spartakus súlyemelőklubban Stipan Vert edző több évtizede sikeresen foglalkozik a fiatalokkal. Jelenleg három kiemelkedő versenyzőjük van, akik csapatban és az egyéni versenyeken is uralják a szerbiai korosztályos viadalokat, és több országos csúcsot is megdöntöttek már. Tavaly első voltam a mladi junioroknál is. Országos csúcsot tartok lökésben, szakításban és biatlonban. Ugye a szakítás a 123, lökés 160, és ugye ennek az összege biatlon. A legjobb eredmény tavaly az az Indiában megrendezett országos bajnokságon első helyezés voltam, és Budapesten nemzetközi tornán ugyancsak első helyezés voltam. És az idén vettél-e már részt versenyen? Vettem ezen a Szent Száva turnén, ami a középiskolások országos bajnoksága. Itt is első helyezés sikerült elérnem. Kicsit többet kellett harcolnom, mint tavaly, de összejött és országos bajnok lettem. Tavaly voltam országos bajnok az általános iskolások között, harmadik a juniorok között, és hát más ilyen kisebb eredmények. És az idén milyen versenyekkel vettél már részt? Idén csak egy verseny volt, az is országos általános iskolás, na ott is első lettem. Ezek a fiatalok mindnyájan a családi hagyományt folytatva döntöttek a sportág mellett, mivel a Kajdócsi és a Rozsnyik név is közismert a szerbiai súlyemelésben. 13 évesen kezdtem el súlyt emelni, és azért, mert apám is súlyemelő volt, és így nyomdokaiba lépve én nekem is kipróbáltam magam, és tetszett a sportág, és azóta itt vagyok. Előtte próbáltál-e más sportokat, vagy ez volt az első? Hát ilyen fiatalon foglalkoztam más sportokkal, de nem túl aktívan. Ez az első, amivel rendesen, tehát aktívan edzik. A súlyemelést ezt hát, ilyen 7-8 évesen kezdtem el. Azért, mert a másik sportok nem nagyon tetszettek, még nem is nagyon váltak be. Először vízilabdáztam, utána jártam birkózásra, de végül itt maradtam, úgyhogy nem, ez nekem tetszik, mert birkózáson például nem, hát, más tudott kárt tenni bennem, itt pedig csak én magamba tudok, hogyha nem jól csinálom úgy. És a családban foglalkozott már más is a súlyemelés? Apukám foglalkozott vele, meg a testvérem most. Én 6. osztályba jártam, amikor elkezdtem a súlyemeléssel foglalkozni. Hát nem is tudom, én nekem ugye apukám is súlyemelő volt. Tetszett ugye az, hogy ez egy egyéni sport, ugye csak az számít, amit ugye az ember saját maga megcsinál. Van ilyen rivalizálás köztetek? Nincsen. Tehát mindenki csinálja a saját kategóriájában az övét, és meg vagyunk. De szoktál versenyen, amikor együtt szerepeltek, szoktátok biztatni egy? Persze. Tehát az egész klubban, ugye, akikkel együtt edzünk, mindig biztassuk egymást, hogy jó sikerüljenek a versenyek. A fiatal sportolók heti 6 napot edzenek. Ezt igen nehéz összehozni az iskolával, de mindent megtesznek, hogy egy edzést se hagyjanak ki, mivel hosszú távú terveik vannak. Néha nehéz, mert ugye sok a tanulnivaló is, és hát beosztani az időt nehéz. De milyen sűrűn edzel? Hát minimum heti 3-szor, de ha van időm, akkor többször. Vannak egy távolabbi célok, amit el szeretnél érni? Hát nemzetközi versenyeken jól szerepelni. Ez így, egyelőre. Majd utána Európa-bajnokság esetleg. Gondoltam foglalkozni később is a sporttal, esetleg Újvidéken edzőnek tanuljak, vagy valami ilyesmi. Szeretnék még a klubban maradni. Meg az, hogy sajnálattal látom, hogy mostanában nagyon kevés a fiatal sportoló, és ezt kéne tenni valamit a sportágért is. Én mikor elkezdtem, ez tele volt fiatalokkal, most nincs senki serdülőkné, csak a Tamás. A súlyemelést is, akárcsak a többi egyéni sportot sokkal kevesebb fiatal választja, mint mondjuk a népszerű labdajátékokat. Ezért a Spartakus súlyemelőklubban minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki erősödni vagy súlyzózni szeretne, ott a helye, mondják. A klub ajtaja mindenki előtt nyitva áll, hétfőn és szerdán délelőtt 9:30-tól délig, és minden munkanapon 18-tól 20 óráig.
A Kanizsa Teke Klub férfi csapata az utolsó helyen áll a szerbiai Superliga bajnoki tabelláján. A legjobbak társaságában eltöltött néhány év és egy országos csapatbajnoki cím után szinte biztos, hogy az együttes az idény végén alsóbb osztályba kényszerül. Amikor nem kis örömünkre a magyar kanizsai tekézők bejutottak a Superligába, majd rövid idő elteltével országos csapatbajnoki címet szereztek, a bajnoki mérkőzések valódi oroszlán ballagra hasonlítottak. Óriási szurkolótábor hatalmas hangorkán kísért minden összecsapást, üdrűvallgás fogadott minden tarolást, jobbúrítást. Most, amikor a dicsőség már kissé megkopott, amikor elmaradnak az eredmények, elmaradnak a szurkolók is. Úgy tűnik, a magyar kanizsai tekeszurkolók már beletörődtek a kiesésbe, a klubvezetés azonban próbálkozik tovább. Az anyagi helyzet olyan az idén, hogy a játékosokat el kellett bocsájtani, vagyis megengedni, hogy átmenjenek más klubokba, ahol bírják. Jobb az anyagi helyzet, szóval mindenki azt nézi a mai világban, hogy pénzt keressen, mink sajnos nem bírunk fizetni, úgyhogy azon maradtunk, hogy kanizsai önerőből játszunk, ami nem elég a mostani szerbiai szuperligába. Hát az idei terv az, hogy visszahúzódunk az első szerbligába, ahol gondolom megálljuk a helyünket egy középmezőnyben. Hát anyagilag szó az úti költségek lefeleződnek, nem kell utaznunk messzire, ez mind itt Vajdaságban van. Próbálkozunk. Próbáljuk a fiatalokat is bevezetni ebbe a sportágba. Ugye nem egy népszerű sport, de törekszünk. A sportág népszerűsítése továbbra is a klub egyik legfontosabb feladata marad. Próbálkozunk, szervezzük ezeket a munkás sportjátékokat, ami elég népszerű. Az idén 14 csapatunk van, 13 községbeli és egy palicsi. Hát lassan az első felét be is fejezzük, de nem sok az, aki ezután itt marad, ugye, aki komolyabban foglalkozna ebben a sporttal. Hát megpróbálkozunk most az iskolák terén tornatanárokkal beszélni, esetleg egy-két tornaórát itt tartani a tekepályán, hát ha valaki megszereti ezt a sportot. 11 éves kortól lehet tekézni. Hát föl vagyunk rá készülve, van, aki oktatná a gyerekeket. Ebből a szempontból nincs gond. A meglévő gondoktól függetlenül a hagyományos versenyeket, így a Kanizsa Kupa nemzetközi négyes viadalt is megszervezik. Lesz még egy nemzetközi ilyen baráti kupánk, ami az idén 5-5-ször szervezünk. Ez a Kanizsai Kupa, ez romániai, magyarországi, macedón és szerbiai csapatok vesznek részt, ez egy ilyen barát torna májusban. A csapat játékosai szorgalmasan edzenek, igyekeznek sikeresen szerepelni, de a csapathoz hasonlóan az egyéni és páros versenyeken sem megy úgy, mint korábban. Az idén 3 játékosunk jutott tovább ezen a zónain, az első körön, ami az első forduló Kanizsán volt, a második forduló pedig Szabadkán. 3 játékosunk tovább jutott innen Apatinba, ahonnan sajnos nem sikerült tovább a szerbiai szintre. Néhány éve nem csak a szurkolók között, hanem a tekepályán is sok hölgy bizonyította, hogy szereti ezt a szép sportágat. Mára sajnos ők is megfogyatkoztak, bejegyzett női játékosa máig sincs a városnak, és úgy tűnik nem is lesz. Kanizsai nők sajnos csak amatőr szinten, szóval ami a munkás sportjátékokat illeti, itt van egy 30-35 hölgy, aki sportol, de komolyabban nincs jó formán egyetlen egy érdeklődőnk se. Hát elég nehéz anyagilag a férfi csapatot is pillanatnyilag eltartani. Hát nem tudom a női csapattal, hogy lenne. A szombati Topolyai Egység elleni bajnoki mérkőzésen a játékosokon, csapatvezetőkön, bírákon és rajtunk kívül alig néhányan voltak kíváncsiak az összecsapásra. Pedig minden logika szerint éppen egy gyengélkedő csapatnak van a legnagyobb szüksége a szurkolók buzdítására. Főleg most, amikor a veterán Barrok Ferenc mellett csupa magyar kanizsai játékosok alkotják a gárdát, ellentétben a sok dicsőséget hozó csapattal, amelyben épp Barlog volt az egyetlen helybeli játékos. A klubvezető szerint a szurkolók távol maradásának elsősorban az eredménytelenség az oka. A színvonal az első, ugye kanizsai emberek, akik követik a tekét, nem járnak ki, mert úgy mondják, hogy minek jöjjenek ki, ha tudják, hogy a csapat veszíteni fog. Hát ez nem épp így van, mert vannak itt emberek, akik harcolnak azért, és csinálják a dolgukat a klubban, de sajnos
Mégint említem, az anyagi helyzet olyan, hogy nem bírunk pillanatnyilag ebben a szuperligában elérni semmit. A csapat fenntartása még ilyen körülmények között is komoly feladatok elé állítja a klubvezetést. Klub pillanatnyilag saját önköltségből és ezekből a sportjátékból tartsa fenn magát. A tekepálya költségeit a klub rendezi. Szóval ezt is ezekből a sportjátékokból szedjük össze a pénzt a fűtésre, az emberre, aki karban tartsa a pályát, esetleg még egy páran zsebből meg tudjuk, ami hiányzik, és hát nagyon nehéz. A Kanizsa Teke klubban tisztességes helytállásra számítanak a csapattól az egyel alacsonyabb osztályban is, hisz arra mindenképpen érettek már a fiatal játékosok. Én bízok benne, hogy jövőre ugye az első szerb ligában komoly mérkőzéseket fogunk játszani. Ott körülbelül a csapatok olyan rangban vannak, mint mi most erőben, úgyhogy érdekes mérkőzések lesznek biztos. A szombati bajnoki összecsapáson ismételten egy tisztes vereségre tellett csak a csapatnak. Az egység ugyan 6-2-re nyert, de csak két fa hiányzott a döntetlenhez. A magyar kanizsaiak pontjait Erdélyi Sándor és Mészáros Iván szerezték. A hátralévő öt fordulóban a Kanizsa, a belgrádi Crvena Zvezda és a Nisput ellen idegenben lép pályára, a Beográdot, a belgrádi Partizánt és a Kraljevót pedig a magyar kanizsai tekepályán fogadja. Valljuk be, most már esélytelenként. Ennyi fért a mai sportműsorba. Két hét múlva várom Önöket ismét sportlesre, amikor az elmúlt két hét eseményeit foglaljuk majd össze, és ne feledjék, minden hétfőn este a hétvégét történéseit is láthatják. Viszontlátásra!